Már messziről látszik az Akácfa utcában a felirat a megújult épületen. Frissen festett homlokzat, modern, hőszigetelt ablakok és ajtók. Akadálymentesítették is az épületet, parkolókat is kialakítottak. 23 év alatt az idő amortizált az épületet, ezért szükséges volt a külső, illetőleg a részleges belső felújítása. Kívülről megújult, kapott egy hőszigetelő réteget, egy színes vakolatot, illetőleg korszerű 6 légkamrás műanyag nyilázárok kerültek beépítésre, illetőleg az udvar belső részébe a mentőállomás elhelyezésére szolgáló épületrész is megújult. Ott is a garázskapu kicselérése került, illetőleg a mentő két mentőgépjármű elhelyezésére szolgáló épület kifestése történt meg, ugyanúgy, mint ahogy a belső épületrésznek a kifestése, illetőleg a vizes blokkoknak a karbantartása. Nem csak kívül, de a belső fogadótérben is látszik, felújították a 23 éves intézményt. A 700 négyzetméteres épületben alakították ki a háziorvosi és a fogorvosi rendelőket, a védőnői szolgálatot és a központi ügyeletet, valamint a mentőállomást. A felújított épületet ma adták át. Román István megyei kormány megbízott azt mondta, az elmúlt másfél-két évben a megyei egészségügyi rendszerben dolgozók bizonyították elkötelezettségüket. Az a minimum, hogy a kormány és a megye mindent megtesz azért, hogy korszerű körülmények között dolgozhassanak. Ezért csak nem 100 megyei egészségügyi intézmény újult meg, vagy újul meg a közeljövőben. Kellett hozzá az egészségügynek az óriási munkája, az egészségügynek, az államigazgatásnak és mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban az elmúlt hónapokban. Megyében egyébként ez körülbelül 20-30 ezer embert jelent, akinek a munkájának a jelentős részét azt tette ki, hogy ezt a vírust, ezt a járványhelyzetet minél hamarabb le tudjuk győzni. Az ünnepségen Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a Magyar Falu programban nem csak az egészségház, hanem utak, járdák is megújultak. A településen hamarosan turisztikai fejlesztések is elindulnak. Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gávavencsellő tagja ennek a kiemelt település hálózatnak, már ami a választókerületemet illeti, mert a Tisza másik oldalán természetesen Toka is ott van, és más borsodi települések, és szeretnénk ezt a térséget olyanná tenni, hogy a belföldi turizmusban mi is jól érezzük magunkat, de ha távolabbról jönnek ide, akkor méltó körülmények fogadják őket turisztikai vonalon. Az egészségház korszerűsítésére 40 millió forintot nyert a Magyar Falu programból a település.